Fokhíjas Fehova várható. Pár nap múlva itt a kedvenc kiállításunk, de úgy tűnik a Covid helyzet miatt félgözzel fog üzemelni a megszokotthoz képest. Tavaly ilyenkor elmaradt a Fehova a koronavírus miatt, majd a vadászati világkiállítás keretei között Fehova Plus néven egy mini vásárt szerveztek, mely a szokásosnál jóval kisebb volt. 2022-re azt gondoltuk, fellélegezhet a magyar vásáripar, és be is jelentették már ideje korán, hogy lesz rendes fegyverhorgász-vadász kiállítás február 17 és 20 között. A Covid-helyzet azonban nem javul, az 5. hullám csúcsán fogják megszervezni a tömegrendezvényt, ahová csak védettség igazolvánnyal lehet majd belépni. A legnagyobb kiállítók hiába kérlelték a szervezőket, hogy a nemzetközi trendekhez igazodva tegyék a rendezvényt pár héttel későbbre, sajnos ez nem valósult meg. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban megszervezett hazai és nemzetközi kiállítások, vásárok köztudottan 25% körüli látogatottsági arányokat és visszafogott kiállító jelenlétet tudtak csak felmutatni. Nem volt kivétel ez alól a legjelentősebb januári nemzetközi kütyümustra a CES sem, ahogy az amerikai IASZ kiállításon is lézengés volt, és a vegaszi fegyver kiállítása SHOT Show sem ment teljes gőzzel. Az IVA-t Nürnbergben márciusban ugyan megtartják, de a januári-februári időszakra tervezett összes jelentős európai kiállítást elhalasztották vagy lemondták. Ennek következményeként itthon a legnagyobb kiállítók sorban visszaléptek a Fehovától, arra hivatkozva természetesen, hogy a munkatársaik egészsége az első számukra. Először a Leitzungária tett ki közleményt, a ma már lassan szállóigévé váló Sehova szlogennel. Ezt követően a Beopa Kft., vagyis a Weigel vadászbolt jelezte távolmaradását hasonló okok miatt, legújabban pedig a Harmónia vadászboltokról és a Jape vadászról derült ki, hogy szintén nem teszik tiszteletüket a Fehován. Aztán a Swarovski Optik is jelezte, hogy ők is otthon maradnak. A Fehova oldalán látható kiállítói katalógus tehát sajnos már nem mérvadó. Aki mégis úgy dönt, hogy ellátogat a Fehovára, vigyázzon magára és másokra is. Bízunk benne, hogy jövőre már nem lesznek ilyen jellegű problémáink, és újra találkozhatunk egymással a kedvenc rendezvényünkön. Korecz Márk vagyok, ez itt a Vadászblog Podcast, mára ennyi, hamarosan találkozunk, sziasztok!